Sikeres évet zárt az Alba Régi Atletikai Klub. A hagyományokhoz hűen megrendezték az év végi gálát, amelyen értékelték a 2023-as év teljesítményét, és a szülők, valamint a támogatók jelenlétében díjazták a legjobbakat. Az elmúlt évek válságai az Araknak is nehéz időszakot eredményeztek, de a klub elnöke Hirt Károly elmondása szerint sikerült talpra állni, és újra elindultak a fejlődés útján. Egyébként mi már Arakocska címén elkezdünk a gyerekekkel foglalkozni, aztán U12, U14, U16, és U12, U14-ben nőtt meg nagyon-nagyon a létszámunk, mert már hosszú ideje csináljuk az Arak aktív programot, de ott is módszert kellett váltanunk, elmegyünk az iskolákba, és fölmérjük őket. Például 2022-ben 13 000 mérést csináltunk 2500 körüli tanulónál. Az idei évben csak tovább emelkedett ez a szám. 2023-ban 14 oktatási intézménynél járt felmérésen az Alba Régi Atlétikai Klub, és igencsak eredményesnek bizonyult módszerük, melyel nem a mennyiségre és a létszámra, hanem inkább a minőségre törekszenek. Foglalkozunk a kiválasztással, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, a felkészítéssel és a versenyzéssel. Nyilván, hogy az eredmények azok, amelyik általában mindig a legsokat mondóbbak, hány érmet, hány bajnoki címet és további 1-8 helyezést szereztünk a bajnoki évadban, és szerencsére ez ugyanolyan jól sikerült, mint a tavalyi esztendőben. Még nem értük utol magunkat a Covid előtti időszakra, gondolok. Nem csak, hogy ugyanolyan jól sikerült, a számok arról beszélnek, hogy sokkal eredményesebb is volt a 2023-as év az Arak számára, mint az előző esztendő. Különösen a tájfutó szakosztály tekintetében volt jelentős fejlődés, hiszen a két évvel ezelőtti két versenyponthoz képest idén 109 pontot értek el. Az Arak további büszkesége ebben az esztendőben, hogy az augusztusban megrendezett atlétikai világbajnokságon Magyarországot képviselte Szabó Dániel a 4x100-as férfiváltóban, aki gyermekkora óta a klub csapatát erősíti.